Ez a játék a szinkron színészek világába kalauzolja el a játékosokat. Ebben a világban tárgyi eszközre nincsen szükség, annál inkább együttműködésre, odafigyelésre és kreativitásra. A résztvevők kipróbálhatják, milyen lehet színésznek lenni a filmvásznon, vagy szinkron színésznek a hangstúdióban. A gyerekek feladata az, hogy a játékvezető által előre megadott szituációt dolgozzák fel rögtönzéssel. A szituációk lehetnek kitaláltak, vagy a gyerekek számára ismert meséhez, történethez és a benne szereplő karakterekhez is lehet kötni. A játékosokat két csapatra osztjuk. Az egyik csapat tagjai lesznek a pantomimesek, ők némán adják elő a jelenetet. A másik csapatban lesznek a szinkron színészek, akik a hangot adják, vagyis ők beszélnek majd a jelenetben a pantomimesek helyett. A játék kezdete előtt hívjuk fel a figyelmet arra, hogy a csapattagok együttműködése nagyon fontos. A jelenet során összhangba kell hozni a beszédet a mozgással és a cselekvéssel. A beszélőnek és a pantomimes játékosnak nagyon figyelnie kell egymásra. Elakadás esetén a játékvezető segítse a játékosokat, adjon további instrukciókat, terelje a történet fonalát, vagy kezdjenek egy új szituációba a játékosok. A szabályok ismertetése után kezdődhet a játék. Mit szólnál hozzá, ha csinálnánk palacsintát meglepetésként? Ó, ez nagyon jó ötlet, azt úgyis nagyon szeretjük. Gyere, lemegyünk a konyhába, de maradjunk csöndbe. Oké, de én még kicsi vagyok. Én nagy vagyok, és tudom, hogy hogy kell palacsintát csinálni. Figyelj! Feldobod! És el is kaptad. Pont leért. De ügyes vagy. Nem is tudtam, hogy ilyen ügyes vagy. Jön a következő. Gyere, segítek. Segítesz. Hopp. És megvan. Kész az első palacsintád. De ügyes jó. Vagy. Köszi. Anyáik nagyon meg fognak lepődni. Még egy kakaós. Szerintem ügyesek voltunk. Kész is vagyunk. Ahogy Pacsi. Hallom, már jönnek anyáik. A játékot közös beszélgetéssel zárjuk, amely során érdemes megkérdezni a gyermekektől, hogyan érezték magukat az egyes szituációkban. Mennyire jelentett kihívás számukra az együttműködés a partnerükkel? Volt-e nehézség a közös játékban? Melyik volt a kedvenc jelenetük a játék során? Melyik szerepet kedvelték a legjobban?